Az elmúlt évhez hasonlóan jótékonysági focitornát rendeztek október 23-án a Nyíregyházi Városi Stadionban. A műfüves nagypályán 4 kispályát alakítottak ki a szervezők, ezeken rúgták a labdát némileg speciális körülmények között a csapatok. A szokka szabályok szerinti legszembetűnőbb eltérés a megszokott kispályás körülményekhez képest a kapu és a pálya nagyobb mérete. Ez a változat egyre népszerűbb a játékosok körében. Beszéltem nagyon sok fiatal, hogy megérkeztek, és mindenki nagyon, nagyon tetszik. Van, aki azt mondta, hogy ő még nem volt itt, de mindenképp szeretne részt venni a következőkben is. Úgyhogy elvileg gyakorlatilag eddig még mindenkinek tetszett. A tornán 18 csapat lépett pályára. Többségük Nyíregyházáról és környékéről érkezett, de volt Pest megyei, Dunántúli és Borsodi együttes is a mezőnyben. A Hegyalja Old Boys ese már tavaly is szerepelt a rendezvényen. A csapatom 80%-a az 20 évvel ezelőtt is, tehát mi egy csapatba futballoztunk, azokat a fiúkat ebbe tartottam, és nyilván egy-két új emberkével, hát nyilván a kor miatt is van, aki kiestek, érkeztek helyükre újak, és mivel hogy ez jótékonysági torna, én ezt nagyon minden esetben előtérbe szoktuk helyezni. Tavaly nagyon gyenge csapata jöttünk, nagyon kikaptunk, de természetesen az éven is, mivel hogy ez nem ez célra van, hát mindenféleképpen úgy gondoltuk, hogy nekünk itt a helyünk. A tornát végül a nyíregyházi Headband Középút Kft. Csapata nyerte, a Nevut Kft. Előtt, a harmadik helyen pedig a Team Futsal együttese végzett. A gólkirály a Team Futsalos Székely Máté lett, a legjobb játékosnak a győztes csapatot erősítő Török Dávidot, a legjobb kapusnak pedig a Nevutban védő Pap Gábort választották meg a szakemberek.